katonai tiszteletadás az ország egyetlen egész alakos Bessenyei szobránál. Amellett, hogy a tavaly felújított 125 éves szobrot megáldották és felszentelték, a 126 éves Bessenyei társaságra is emlékeztek. Az 1898-ban megalakult kör elsősorban Bessenyei emlékét ápolja, és fő feladata, hogy közvetítse a kultúrát a vármegyei polgárok számára. Ez a társaság, ez működött egy körülbelül 50 éven át, amikor politikai okokból meg kellett szüntetni. És rendkívül nagy dolog volt, nagy fegyvertény, amikor egy szintén több évtizedes, közel fél évszázados szünet után Bánszky István tanár úr életre hívta újra ezt az egyesületet, ugyanazokkal a célokkal, amikkel korábban alakult, hogy a Bessenyei kultusz mellett a kultúrát ápolja, a kultúrának, a művészeteknek minden ágát, és talán kevesen tudják, hogy nem csak irodalommal foglalkozott és foglalkozik, hanem az irodalomtól a zenéig, a képzőművészettől a tudományokig mindennek teret adott, kiállításokat szervezett, és 10 éven át egy folyóiratot is megjelentetett Szabolcsi Szemle címmel. Bessenyei sokkal több, mint egy régen élt író vagy irodalmi érdekesség. Filozófus volt, akitől a felvilágosodást is származtatják, a nyelvújításban is nagy szerepet játszott, és a Tudományos Akadémia létrehozásának gondolatát is felvetette. Bessenyei Györgynek az emlékezete az sokkal többet jelent a mai korban, mint azt talán sejteni is vélnénk, hiszen ő valóban nagyon sokat tett, nem csak Magyarország a magyar nemzet úgymond irodalmi megújulásáért vagy felvilágosodásáért, hanem nagyon sokat tett azért azon a téren is, hogy ő megmutatott, példát mutatott a hazaszeretetből, a hazairánti elkötelezettségből. Tehát ő mind irodalmi téren, mind pedig hazaszeretet terén úgy gondolom, hogy maradandót tett le az asztalra, és ezért nagyon fontos az, hogy az emlékezetét azt minden évben, illetve minden alkalommal, amikor csak tudjuk, akkor tartsuk életben, és adjuk át az utánunk következő nemzedéknek, mert nagyon nagy szükség van azokra a gondolatokra és arra az eszmeiségre, amelyet Bessenyei György képviselt, hiszen ő valóban egy kiváló és egy nagy ember volt, és ez nem csak a termetére igaz, hanem arra az eredményre és arra az eszmeiségre, amit maga után hagyott az utókornak. A koszorúzást követően a hagyományos Györgynapi emlékülést tartotta meg a Bessenyei Társaság. Az ünnepség apropója a Bessenyei szobor felállításának 125, a Városi Zeneiskola létrehozásának 85 éves évfordulója volt.